Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. 1956. A forradalom hőseire emlékeztek a Széchenyi téri emlékműnél. Egyetemi megemlékezés. Az egykori hallgatók forradalom alatt véghez vitt tetteit elevenítették fel. Jótékonysági Rotary séta. Idén a gyermekotthonok lakóit ajándékozzák meg a bevételből. 1956 hőseire emlékeztek a Széchenyi téri emlékműnél Sopronban hétfőn. Az ünnepség szónoka Firtő Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője volt. Látványos koreográfiát mutatott be a Zalai Táncegyüttes és a Sopron Táncegyüttes Korvin Köziek címmel. Zord időjárás fogadta a Széchenyi téri emlékműnél gyülekezőket. Az ünnep fényét az egyetemi polgárok fáklyái adták, míg Szarka Gyula kossuthdíjas előadó művész gyönyörű éneke és gitármuzsikája töltötte be a teret. Egy nemzetnek egy évszázadban egyszer adatik meg olyan pillanat, mint nekünk 1956. októberre. Idézte Firtő Mátyás országgyűlési képviselő Bújdosó Alpár 1956-ban Sopronban elmondott híressé vált szavait. Az ünnepség szónoka kiemelte, a forradalmároktól kaptuk annak lehetőségét, hogy 1990-ben végérvényesen nemet mondhassunk arra a rendszerre, amely saját nemzettársai ellen fordult. A mai szabadságunk 56-ba gyökerezik, rendszerváltásunk is a magyar 56-ban gyökerezik. A kommunista világborodalom, erkölcsi összeomlása és Európa újraegyesítése is. Nincs olyan európai nép vagy nemzet, amelynek fiai és leányai nagyobb áldozatot hoztak volna, mint amit nemzetünk hozott meg 56-ban, azért, hogy a második világháború utáni Európa ismét szabad országok közössége lehessen. Számunkra a polgári érték szerinti közösségi lét lényege 56-ból érthető meg, és 56-ból eredeztethető. Csipos Ferenc és Varga János által gyönyörűen felépített koreográfiával ajándékozták meg az ünneplőket a Széchenyi téren. A Zalai és a Sopron Táncegyüttes a Korvin Köziek címmel mutatta be táncjátékát, amely hűen tükrözte a forradalom egyes szakaszait. Korvin közben összegyűltek rég a nagy fiúk. Fegyvert fogtak 1-200-an, nem volt más kiút, ők voltak a Korvin Köziek. Félre nézett, hogy ki hallja meg. Összegyűltek régen egyszer mind a nagy fiúk, fegyvert fogtak Korvin közbe, nem volt más kiút. Az ünnepség végén Firtő Mátyás országgyűlési képviselő, dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester koszorúzta meg a forradalom emlékművét. Majd ezt követően városi intézmények vezetői, közéleti személyiségek róták le tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Nyilvános vetítés és kapcsolódó pódiumbeszélgetés kísérte az 1956-os soproni eseményeket feldolgozó új dokumentumfilm, a Memento Soproni Jánzis nemzedékekben élő múlt címet viselő alkotás bemutatóját a Liszt Központban. Pomezsánszky György dokumentumfilmje, amelyben archív felvételeket is felhasználtak, az akkori helyi események aktív szerepvállalóinak a perspektívájából igyekszik bemutatni a forradalom soproni eseményeit, valamint annak utóhatásait az ő életútjukban. Az ünnepi film bemutatón a közönség soraiban foglalt helyet dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő, dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester, valamint több önkormányzati képviselő. A bemutató után a készítők egy pódiumbeszélgetéssel is készültek a premiérre résztvevőknek, amely nem csak a filmkészítés háttérinformációit tárta a közönség elé, hanem a forradalom személyes, családi érintettségeire is kitért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a Soproni Egyetemen hétfőn. Az egykori erdészeti főiskola hallgatói jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Sopronban vérontás nélkül zajlottak le a forradalmi események. Nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a mélyről felszakad egy hang. Az egyetemi versmondókör irodalmi összeállításával idézték fel a forradalom eseményeit a Soproni Egyetem főépületének aulájában. Megemlékező gondolatokat mondott Grédics László erdész valéta elnök, aki családi emlékeit is felidézte az 1956-os események kapcsán. Az anyai nagymamám a műegyetemnek voltak
pedig a testnevelési főiskolának. Mindkettőjükkel nagyon-nagyon sokat beszélgettem a dologról, lejegyzeteltem, amennyire csak tudtam, és nagyon sok más cél előtt azt helyeztem magam elé, hogy majd, ha lesznek gyermekeim, unokáim, mert találtam tíz unokáimat is megélem, hogy láthatom őket, ezeket hitelesen fogom nekik továbbadni. A soproni egyetemisták áldozatvállalását, emberségét és segítőkészségét hangsúlyozta ünnepi beszédében az intézmény rektora. Professzor dr. Faragó Sándor a helyi események kapcsán kiemelte, az ifjak szellemisége és tettei a mai napig példaértékűek az egyetem számára. Több mint két ember öltött távolában, amikor fogynak a tanúk, és az emlékezet rostáján is ennél több emlékfoszlár múlik át, egyre fontosabbá válik az emlékezés, pontosabban az emlékezés kollektív akarata. Tisztelt ünneplő közösség! Azért állunk most itt, és majd a Sordrel Tamás az emlékezet üzenetét 11 év óta hordozó alkotása mellett a botanikus kertben, mert itt mi mindnyájan a 61 évvel ezelőtt meghasadt soproni égboltra az egyetemi diákság és a város polgárságának közös kórusba kimondott elég voltjára a két hétre kivívott szabadság eufórikus boldogságára akarunk emlékezni. Az ünnepség az 1956-os eseményeknek emléket állító alkotásnál zárult. A Soproni Egyetem részéről professzor dr. Faragó Sándor rektor és professzor dr. Nálik András általános rektor helyettes, Sopronváros önkormányzatának nevében pedig dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, Táp Lászlóné és Magas László önkormányzati képviselő helyezte el a forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve a tiszteletkoszorúit. Ismét jótékonysági rotari sétát tartottak október 23-án. A rendezvény palettája idén is színes volt. Nívós festménykiállítás mellett kulturális programmal fűszerezett borkóstoló is várta a jótékonykodókat. Az esemény résztvevője volt dr. Simon István alpolgármester és a képviselőtestület több tagja is. A bevételből karácsonyi ajándékokat vásárolnak a Sopronban lévő gyermekotthonokban lakó fiataloknak. Verkli Muzsika szórakoztatta a hagyományos jótékonysági rotari sétára várakozókat a Széchenyi téren. A zord idő ellenére sokan gyülekeztek, hogy részt vehessenek a nemzetközi szervezet nívós eseményén. A Rotary Club egy olyan jótékonysági szervezet, ami gyakorlatilag az egész világot behálózva működik, Amerikától gyakorlatilag a legkisebb csücskeig a világnak. És ez egy olyan jótékonysági szervezet, amely összefog bizonyos nemes célok érdekében. Például, hogy példát tudjak említeni, a gyermekbénulás elleni védőoltásokkal, védőoltások finanszírozásával az afrikai kontinensen sikerült gyakorlatilag ezt a szörnyű járványt felszámolni. A sétát rendszeresen az október 23-ai forradalom napján tartják, ezért a program megemlékezéssel kezdődött. Megkoszorúzták a hűségzászlót, majd tovább sétálva a tavaly felavatott 1956-os emlékművet a Széchenyi téren. A rendezvény következő állomása a Munkácsi terem volt, ahol a résztvevők megcsodálhatták Soproni Somlay Attila formabontó műveit. A séta után a hűség kapui bezárultak, és együttesen utoljára voltak láthatók városunkban. A sokrétű esemény résztvevői ezt követően a Petőfi tér alatt húzódó borospincébe zarándokoltak el. A történelmi jelentőségű, hangulatos kazamatában minőségi borokkal kocinthattak a jótékonykodók, akiket a Petőfi Színház művészei kulturális programmal szórakoztattak. A rendezvény nemes célt szolgált, a bevételből a soproni gyermekotthonokban lakó fiataloknak vásárolnak majd karácsonyi ajándékot. A Rotary Klub Sopron fennállásának 26 éve alatt már számos nemes célt szolgált. A Rotarynak a szervezete úgy működik, hogy bizonyos programoknak a finanszírozásához a kezdeményező Rotary Klub a Rotary International, tehát a Nemzetközi Rotary Szervezetnek a támogatását is bírja, és egy bizonyos cél, bizonyos összeg összegyűjtését követően a Rotary Nemzetközi Szervezete ezt az összeget kiemelten támogatja, olykor akár még
80%-kal is, és tulajdonképpen ennek is köszönhető, és annak, hogy természetesen mi nem csak egymagunk működünk, hanem társklubokkal kapcsolatban vagyunk, nemzetközi kapcsolataink vannak osztrák rotari klubokkal, amerikai rotari klubokkal, és ennek köszönhető az, hogy a Rotary Klub Sopron a működésének az elmúlt 26 éve alatt most már valamivel több mint 200 millió forintnyi összeget tudott összegyűjteni és jótékonysági célra fordítani. A séta záró momentuma gyanánt a résztvevők visszamentek a Széchenyi térre, ahol forralt bor és tea, emellett zsíros kenyér, pogácsa és incsiklandó sütemények is várták őket. Kincskereső erdei túrát szervezett gyermekek és szüleik számára tanulmányi erdőgazdaság szombaton. A kalandorkedvűek bejárhatták a Károly kilátó környékét, közben pedig összegyűjthették a természet kincseit, amikből aztán kreatív alkotásokat készíthettek. A szervezők egyik fő célja az volt, hogy a programon résztvevők megismerjék az erdők világát. Milyen érdekes, ugye? Olyan, mint egy manónak a sapkája. Az őszi erdő rengeteg kincset rejt magában, ezeket keresték szülők és gyermekeik szombaton a Sopront övező rengetegbe. A tanulmányi erdőgazdaság által szervezett családi programon a kalandorok éber szemekkel fürkészték a tarka őszi avart, és temérdek természeti értéket gyűjtöttek össze. Gesztenyét, foleveleket, tölgyfalevelet, cipőt is, ilyen szétesett. És bölcsöt is, amiben a darázs volt. Mindenfélét. A lelkes vállalkozóknak nem csupán azt tetszett, hogy lépten nyomon újabb izgalmas dolgokra bukkanhattak a Károly kilátó környékén barangolva, hanem az is, hogy sok érdekességet megtanulhattak az erdőkről. Mondjuk, hogy amelyik fának a része mohás, az az északi része. Igen, a tölgyfának a lebele. Az oktatással a természet oldalán jegyében kiötölt rendezvénnyel a szervezőknek legfőbb céljuk az volt, hogy a szülők és gyermekeik szórakoztató módon megismerjék az erdő különleges élővilágát. Arra vállalkoztunk, hogy a gyerekeknek és a szülőknek megmutassuk az erdő csodáit, az ő szépségeit, az erdei fafajokat, a különböző fafajok leveleit, terméseit, ezekből gyűjtögettünk a mai napon, és a kreatív foglalkozáson ezeket a terméseket, leveleket használtuk föl. A barangolás közepette összegyűjtött kincsekből, például falevelekből és tobozokból a gyermekek különböző ötletes apróságokat készíthettek a kreatív foglalkozás keretében. Szoros mérkőzésen 74-79-es vereséget szenvedett a tartalékos Sopron KC hazai pályán a továbbra is veretlen Kaposvár ellen. Az NB1 ötödik fordulójában a sérülések és betegségek miatt megtizedelt SKC egy gyenge harmadik negyed után visszajött a záróetapban ugyan, de a fordítás már nem sikerült. Komoly feladattal kellett szembenéznie Váradi Kornél tanítványainak, hiszen a Sopron KC-nak az a Kaposvár volt az ellenfele, akik pontveszteség nélkül látogattak a leghűségesebb városba. A soproniak hazai pályán jól kezdtek, ám a második negyedet 7, a harmadikat pedig 17 ponttal nyerték a kaposváriak. A záróperiódust 22 pontos előnnyel kezdhette a vendégcsapat. Az utolsó 10 percben azonban nagy hajrába fogott a hazai alakulat, amely ledolgozta a hátrányát, így 5 perccel a vége előtt egyenlő volt az állás. Ám ezt követően ismét sebességet tudtak váltani a kaposváriak, akik végül 5 pontos győzelmet arattak, így továbbra is veretlenül állhatnak a tabellán. Sopron KC Kaposvár 74-79. A hazai vereség után az SKC a 12. helyet foglalja el a tabellán. A 6. fordulóban Duvnyákék idegenbe a Szeged csapatához látogatnak október 27-én pénteken. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, amelynek vendége Horváth Szováti György lesz. Utána Portré című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!
Szerdán eleinte napos idő lesz, később felhők takarják el a napsütést, de csapadékra nem kell számítani. A nyugatira forduló szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.